Tegnap sok frissítés érkezett Orikhiv és Avdiivka irányából. Először is, ami az Orikhiv irányt illeti, itt az orosz erők több váratlan támadást hajtottak végre egymást követő hullámokban a híd fönn belüli egyetlen település irányába. Az ukrán keleti erők csoportja közölte, hogy az ukrán erők visszavertek egy mintegy 30 harckocsiból és páncélozott harcjárműből, illetve meglehetősen nagy létszámú személyzetből álló orosz támadást. Ez megfelel azoknak az orosz állításoknak, miszerint erőik újra kezdték az offenzívákat ebben a térségben. A geolokációs felvételek alapján az oroszok intenzíven használtak kazettás lőszereket a fasorok megrohamozásának előkészítésére, majd ezután az egyik támadó egységet a másik után küldték azok elfoglalására. Az ukránok drónokkal és páncéltörő irányított rakétákkal vették célba a rohamegységeket, ami miatt az orosz támadások igencsak kaotikussá váltak. Az egységek több részre szakadtak, ahol mindegyik részt azt csinált, amit akart. Egyesek úgy döntöttek, hogy elfutnak, mások azonnal megpróbáltak menedéket keresni az ukrán tűz elől. Megint mások egyedül folytatták az öngyilkos támadást. Az oroszok helyzetét tovább rontotta, hogy 80 éves T-55-ös harckocsikat kaptak, amelyek gyenge drónvédelemmel és vékony törzs és toronypáncélzattal rendelkeztek. Az orosz katonai elemzők megpróbálták ezt a kínos offenzívát felderítő hadműveletként bemutatni, ez azonban nem igaz. A bevetett erők száma és az a tény, hogy ezeket a támadásokat hirtelen hajtották végre, miután az avdiivkai frontvonal összeomlott, azt jelenti, hogy az oroszok megpróbálták kihasználni az ukrán katonák esetleges felkészületlenségét. Egyes orosz források túl hamar hirdették ki a sikert, azt állítva, hogy orosz katonák behatoltak a faluba. Ezzel párhuzamosan más orosz források azt sürgették, hogy töröljék le ezeket a híradásokat, mert azok az oroszok, akik behatoltak a külterületre, nem azért voltak ott, mert áttörték a védelmet, hanem mert sikerült oda menekülniük a katasztrofális támadást követően, és az ilyen posztok csak arra ösztönzik az ukránokat, hogy menjenek és fésüljék át a külterületet. És igazuk is lett, mert nem sokkal ezután az ukránok több videót is közzétettek a magukat megadó orosz katonákról. Ami Avdiivka irányát illeti, a nemrégiben történt ukrán visszavonulás hatalmas morális lökést adott az orosz erőknek, akik megkezdték a térségben található következő ukrán védelmi vonal támadását. Ez a folyó túloldalán található. Az ukrán erők még nem döntötték el, hogy van-e értelme tartani a védelmet a vonal előtt található négy településen. Az oroszok megpróbálják ezt kihasználni, és kisebb gyalogsági csoportokkal próbálják áttörni a jelenlegi ukrán védelmet. Az ukrán hadvezetés korábban friss egységeket vezényelt az Avdiivka frontra, hogy ellentámadást indítsanak az előre nyomuló orosz erők ellen, és evakuálási folyosót biztosítsanak az Avdiivkából visszavonuló ukrán egységek számára. Az Institute for the Study of War szerint ezek az új egységek valószínűleg képesek megtartani a védelmi pozíciókat a város elleni támadásokban meggyengült orosz erőkkel szemben. Megjegyezték, hogy a bevett gyakorlat szerint az erősítéseket azért vetik be, hogy befogadó erőként működjenek, amely lehetővé teheti a kivonuló egységek számára, hogy az előkészített védelmi állások mögött újjászerveződjenek. Az Institute for the Study of War azt is megjegyezte, hogy a rendelkezésre álló képfelvételek, amelyeket az ukrán műveleti biztonság megőrzése érdekében egyelőre nem voltak hajlandóak bemutatni vagy részletesebben ismertetni, azt mutatják, hogy az ukrán erők Avdiivkától nyugatra jó védelmi pozíciókat készítettek elő. A lendület fenntartására tett kísérletükben az orosz légierő a városon kívül ugyanúgy használta a levegőből indított bombákat, mint ahogyan pár napja a városon belül is bevetették azokat. Az Avdiivkáért folytatott csata során az oroszok a jelek szerint átmenetileg korlátozott és lokális légifölényt alakítottak ki, és képesek voltak a szárazföldi csapatoknak közeli légitámogatást nyújtani a támadó művelet utolsó napjaiban. Valószínűleg ez volt az első alkalom, hogy az orosz erők ezt elérték Ukrajnában. Mivel a frontvonal időközben nyugat felé tolódott, az orosz vadászbombázóknak szükségszerűen akár 10 kilométerrel közelebb kellett kerülniük az érintkezési vonalhoz, hogy elérjék a következő védelmi vonalat. Ez azonban végzetes hibának bizonyult. Az oroszok hirtelen elkezdték sorban elveszíteni a légierejük krémjéhez tartozó repülőgépeket. 3 nappal ezelőtt az ukrán erők állítólag 3 orosz vadászgépet lőttek le. 2 Su-34-est és egy Su-35-öst. Orosz források először megpróbálták cáfolni ezeket az állításokat,
azonban az ukrán légierő parancsnoka műholdas adatokat tett közzé, amelyek megerősítették a lelőtt gépek helyét. Érdekes, hogy az orosz védelmi minisztérium nem hajlandó elismerni azt, hogy a nyugati légvédelmi rendszerek képesek lelőni a gépeiket. Mind az öt esetet baráti tűzben bekövetkezett balesetnek minősítették. Még orosz források is tettek fel olyan kérdéseket, nem volt-e gyanúsan sok baráti tűz által okozott szerencsétlenség az utóbbi időben. Egyes katonai elemzők arra következtetésre jutottak, hogy az ukránok több légvédelmi rendszert hoztak a térségbe, hogy fedezzék a visszavonulást, míg mások azt állították, hogy az oroszok nem számoltak azzal, hogy a frontvonal eltolódott, és anélkül, hogy meggyőződtek volna róla, hogy az ukrán légvédelmet mélyebbre vezényelték-e a térségben, nagyon rossz ötlet volt egyszerűen ennyivel közelebb repülni a kontaktvonalhoz. Függetlenül attól, hogy az oroszok rövid távon vissza tudják-e állítani a helyi légifölényt, gyalogságuk tovább nyomul, hogy megpróbálja szétszúzni az Avdiivka előtti területen lévő ukrán erőket, illetve a folyó mögé szorítani őket. A kulcskérdés az, hogy mi fog következni ezután. Tovább folytatódik-e a frontvonal összeomlása? Mi lesz az orosz támadó hadművelet következő célja? Az orosz erők azonnal megindíthatják ezt az offenzívát? És hol tudják az ukránok megállítani az orosz előrenyomulást és megtörni a lendületet? Pontosan ezeket a kérdéseket elemezzük a tegnap előtt megjelent, csak csatornatagok számára elérhető exkluzív stratégiai áttekintésben. Ha meg szeretnéd nézni ezt az elemzést, kattints a videó leírásában lévő linkre, ott válhatsz csatornataggá. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a HIMARS szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.